szobában mindig, mint egy ilyen bezárt tigris járkált leföl-leföl, mert valahogy mindig a szabadba, a szabad levegőre vágyott. Búcsúnak volt egy ilyen Vazs megyei tájszólása. Panna lélek volt, tudni kell róla, hogy nem szívesen lépte át a Dunát. Lelki problémát jelentett neki, hogy bejárjon a szerkesztőségbe, amely a Duna partján volt, de a pesti oldalon. Egyszerű körülmények között élt, bárhol volt. Ő egy 2 négyzetméteres helyen egy írógéppen megírta éjszaka a legjobb bírásait. Mindennel kapcsolatosan volt egy gyanakvása. Kávét rendelt, de nem itta meg, mert rúzs volt, volt a poháron. Ha valami nem tetszett neki, azt ő megírta. A Búcsú nem azt írta, hogy valaminek a közepette történik valami, hanem azt írta és mondta, hogy valaminek a közepett. Mit nézzek rajt? Ebből parázs vita kerekedett a szerkesztőségben. Én abból indultam ki, hogy azért olvasmányosabbak az ő írásai, mert tájszavakat használ, tájszólással beszél, és hogyha ő a rajta helyett azt írja és mondja, hogy rajta, akkor az maradjon úgy. Ha társaságban voltunk, akkor mindig az ember azt mondott, hogy csak ne legyen valami baj, mert nem tűrtőzteti magát. Dühöng. Indulatos is volt, elmondta, indulatosan, dühösen, és utána hazament, és mindazt leírta. Ez az a pillanat, amikor szalonképesen kezdődik a publicisztika, és mindannyian, akik ismertük, láttuk ezt a valóságban is, hogy egy idő után ellilul a feje. Tulajdonképpen egy harcos, indulatos ember volt, természetesen bölcsen megfékezze magát mindig azért abban, hogy ne legyen igazságtalan. De hát ilyen volt. Figyelmes volt. Szemlélődő is, aggódó. Olyan volt, mint akinek egy ilyen érzékelője van, ami pásztázza a környezetét, és ott a rendellenességeket felfedezi és fölhozza. Ő a 80-as évek első számú publicistája. Egy erős, húzós történet, amiben a gerincet a kitűnően megrajzolt figurák hozzák, és ezek köré olyan atmoszférát tud teremteni. Ha Búcsú novellát kézbe veszi az ember, akkor azt a csvunggal elolvassa. Olvasmányosan is írt, nagyon olvasmányosan írt, tehát azt ő is tudta, mint amit a Fejes Bandi mondott, hogy nem szabad unalmasan írni. Búcsú nagyon értett az atmoszféra teremtést. Az éles megfigyelő képessége is, tehát az, hogy ő hogy írt, az etikai érzékenysége. Alapvetően egy szociális érzékenységű ember, mindig az elesettek, ő is onnan jött, meg ez volt az élettapasztalata, hát miért ne ő velük érezzen rokon szembet. Lehet szívni a szociális, de mindenkinek volt munkája. Lehet, hogy ládát rakott innen, oda, onnan, ide, semmi értelme nem volt, de nem halt éhen a családja, meg ő se. Tudja, hogy többet nem fog állást kapni, innen kell neki valahogy a nyugdíjig elevickélni, ami csekély, szinte gyorszintű lesz. Hát nem nagyon várható tőle, hogy boldog legyen. Szóval a boldogsághoz is kell valami kevés, hát lakni kell, enni kell. József Attilát lehetne sokat idézni manapság, hát ő ezeket mind megírta tulajdonképpen, hogy akinek a bajszál nem billeg borzsa, hát nem billeg. És az utcán hálnak, írta. Hát itt is az utcán hálnak, egyre többen az utcán hálnak, és borzasztó sokkal szegényebben. Szóval nem lehet milliókat segélyezni. Az emberi méltóság az már elveszett valahol, az egész kezd ilyen irracionális valamivé változni, keresi a helyét a sok ember, és egyre kevésbé találja.